világban nincs fönt, nincs lent. Szóval egyáltalán nem voltak benne biztos, hogy az űrutazás, maga az űrben lét túlélhető. Gagarint Vosztok egy típusú űrhajójával 1961. április 12-én lőtték ki az űrbe. 28 000 kilométeres óránkénti sebességgel haladt az űrhajója. Egy ilyen kabinban kerülte meg a Földet 108 perc alatt. Olyan egy katapultülésben ült, amivel a földetérés előtt kilőtték az űrhajóból. A legenda szerint a rajtnapjának reggelén még úgy volt, hogy egyik társa repül, de Hruscsov bekérte a jelöltek fényképeit és Gagarin fotójára bökött. A Szajusz 36 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. 19 évvel később, 1980. május 26-án mondta ezt a Szojusz 36 fedélzetén Farkas Bertalan. Magyarország ezzel az utazással hetedikként lépett a világűrbe.